Székesfehérváron láttam meg a napvilágot, kérem, 1948-ban. Az olyan év volt, amikor még lehetett volna minden is, de sajnos, kérem, vörös tenger vált a történetből, és hát ennek megfelelően Székesfehérváron is bevörösödött minden. Ott születtem, ugye, az ősi koronázó városban. Hát nem indult túlságosan szépen jól a történet, mert apám 3 éves koromban meghalt. 1951-et írtunk, Rákosi kommunizmusra, kérem, nem is tudom, talán a Mariana árokhoz lehetne hasonló, hogy olyan mélyen volt. És ilyen világban nőttem fel, és félárván egy dolgot el kell, hogy mondjak azért, fantasztikus szeretetben, drága jó anyám, 2 testvérem, volt egy bátyám és volt egy nővérem, pontosabban még 3 magasságos úristennek vannak is, és legnagyobb szeretetben nevelkedtünk fel, és azt csinálhattam, amit legjobban szerettem, fociztam. 2 helyen nőttem fel, kérem, az utcán meg a templomba. Ahogy mondja a nővérem, hogy mit a 7-8 éves koromban már szanaszít tépkedtem a térképeket, hogy, és tudtam a fővárosoknak a 80-90%-át az egész világon. Tehát akkor ki nem lehetett menni. Maximum Agárdra mehetünk Székesfehérvárra 10 kilométerre, vagy le a Balatonra. Aztán később, amikor elkezdődött a foci történet, amikor ugye mi voltunk, magyarul, tehát a sportolók, művészek, zenészek, stb. Voltunk a reklámtáblák, kérem. Hát a szocializmusban, hát ilyen fantasztikus sportemberek voltak, mint annak idején ugye Puskásék, stb. Aranycsapat, az egész világ megcsüvegelte. Az egész világot eltett. A madarak nem repülhettek volna ki, mert szitával lőtték volna mindet. Mi kimehettünk, mert hívtak bennünket, és még fizettek bennünk, mert még tapsoltak is. Hát ez egy csoda volt. Óriási tisztelettel vagyok azok iránt, tehát a múlt tisztelete. Tehát a hagyományőrzés. Hát akik, kérem, a nagy tettek legnagyobb főszereplői. Tehát itt a magyar történelemben, hogy menjünk Attiláig, vagy a Jóisten tudja, Árpádtól, kérem, végig lehetne magyarázni ezeket, Szent István, Szent László, a Jóisten tudja, Zrínyek, Hunyadiak, stb. Stb. Végig, kérem, egészen az 56-os hősökig. Talán 8 éves lehettem, egy könyv került a kezembe. Dánielné Lengyel Laura, a gyermek Rákóczi. És akkor kérdeztem, hogy 8 éves lehetem talán, hát hol van eltemetve ez az úriember? Azt mondta, hogy Csehszlovákia. Micsoda? Csehszlovákiában? Második világot? Hogyan? És akkor elmesélték, hogy minden könyvet, ami irodalom volt, csak vagy létezik Rákóczi Ferencről, mindent tudok róla, kérem. A fiatalságát, az életét, mindenét a hazáért feláldozta. Ez a dúsgazdag ember. Többször mentek, küldték hozzá a feleségét, küldték hozzá a nővérét, küldtek hozzá egy úriembert, mert ugye váltás volt, Lipót után József jött, és akkor nagyon jó barátság volt Rákóczi Ferenccel. Küldött neki, mint Lionel Messinek egy csekket. Írjon rá, mit akar! Írjon rá egy össze, akármit, meg van bocsátva minden. Szó nem lehet róla. Szó nem lehet róla. Nem, viszont egy dolgot tudott, hogy amíg a világ világ lesz, a nevét áld, örökre áldani fogják. Hát ez egy csoda, ilyen példakép kevés van. Ez kell az ifjak elé. Mindig, mindenkor. Míg a világ világ lesz. Volt egy úriember, úgy hívták, hogy Dr. Klebersberg Kuno. Azt mondja, hogy 3 fél hazaszeretet van. Egy! Azt mondja, hát én ugye csinálnám, imádom, szeretem a hazámat. De, hát nem érdemes, mert ilyen nyafogonyá, nem érdemes, mert úgyse lesz ebből semmi, ilyen körülmények, olyan körülmények vannak. Nem lesz ebből semmi. Egy! Ez nagyon rossz. Másik, kérem, hogy tényleg, hát fantasztikus szónoki képességekkel kérem tényleg rávenni a másikat, hogy csinálja ezt, csinálja azt, csinálja amaz, csináljunk valamit. De a harmadik, a cselekvő haza szeretet. Tehát a tettek mezejére lépni. Az igen. Ezt próbáltam csinálni. A hazateletet tényleg, a cselekvő hazaszeretetet tudtam produkálni. Hát ki gondolta volna, azt kérem, hogy sikerülni fog, amikor előjöttem a történettel, tehát hogy nemzetegyesítő program, határok fel, megmosolyogtak. Vége lett az évnek, azt ezek megcsinálták. Képzelje, hogy közöltem, hogy csak fociban, több mint 200 iskolában. És akkor utána jött futball, asztali tenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történetet kell. A 2 barátom, akit felkértem, hogy támogassák ezt a történetet, nem volt kisebb egyéniség, mint Puskás Ferenc és Grosics Gyula. Rábólintottak. Lajos, csodálatos, amit csinálsz. Fantasztikus, mögéd állunk, támogatunk mindenbe. Ilyen fantasztikus dolog volt, tényleg, hogy egy nemzetegyesítéssel mentünk jobbra-balra. És úgy azt mondtuk, hogy kérem, ez mindenkiért, senki ellen. Vannak örök érvényű értékek. A szeretet a például az.
Szeresd fele barátodat, mint te magadat. Persze mi keresztények van, de nem hülyék. Tehát nem hülyék. Tehát ide tartom, álljunk meg, van egy határ, ugye? Minden generációnak van egy feladat. Nekünk az, kérem. Tehát, hogy a határainkat megvédeni, a nemzeti, tehát az egyetemes értékeket megvédeni, kérem, fel kell, hogy ha kell, az életünk állán is.